Na, sziasztok! Időnként jön itt a kritika, hogy ó, hát az igazi szerver az izé duáltápos, meg kutyafaszom, mert ugye itt mutogattam jó pár ilyen sima szerver alaplapos gépet, de nem igazán klasszik szerver házakban voltak. Na most akkor tessék, itt van éppen, elkezdtünk egyet kicsomagolni, meg még van egy pár, meg még itt is van egy pár, szóval van itt egy pár szerverecske, és ezeket fogjuk most beüzemelgetni. Gyertek, akkor nézzétek, csak mi van itt hátul. Tessék, duáltáp, lehet örülni. Ez rendes szerve duáltáppal. És ugye meg is mutattam, megfogod, kihúzod, nyomod a gombot. Tessék, egységben az erő, tápegységben a táperő. Külön-külön cserélhető, akár ugye menet közben is, természetesen egyszerre egy, a másik azért működjön, hiszen akkor akkor már nem tudod cserélni menet közben, hogyha egyik táp sem működik. Aztán ha ide fordulsz, szemből, itt ne látszódjanak ezek a papírok, akkor szépen itt lehet látni a vinyócskákat, ki lehet húzni a fiókot. Mi van ebbe benne? 480. 4 terabájtos diszk van ebben, bazd meg, ezek 4 terások. Akkor ezt meg is tudjuk. Akkor viszont azt a szervert egy-egybe átköltözhetjük VMware alára. Oké. Félre informáltál engem, méghozzá ebben ráadásul sasvinyók vannak, nem is SATA. Hát egyértelmű, hogy ez az. Félre informáltál engem, ember. Átküldtem, nem informáltalak félre, átküldtem neked. Hát de a típus számod, de azt nem, azt mondtad, hogy mekkora diszkek vannak. Hát akkor a rosszat fényképeztél le. Én most érkeztem ide, tehát most látom ezeket, ez na, üres, azért, nézd meg, itt van, és nem is két diszk van benne, bazd meg, hanem három, azt mondtad, kettő van benne, figyelj, itt már, a három, nem, üres. Van, nézd meg. Figyelj már, egy SSD van benne. Van benne 2x480 GB, és egyszer egy 4 terabájtos. Ne, két darab 4 terás van benne. Ne, két darab 480 GB. Na, ne szórakozz, nem. Itt van két darab 480-as, erre felhúzzuk a hogy hívják ott. Lehet, és akkor itt van két darab 4 terás. 4 terás, azért mondom, az a címke, az lófasz, amit lefényképeztél, és két darab 4 terás. Ez tök jó lesz, akkor nem baszakszunk. Kiexportáljuk azt az egész, ugyanis költöztetni kell. Itt most, nem tudom, nyerték, vették, tököm se tudja ezeket a gépeket, de az itteni fizikai szervert az egyikre át kell költöztessük, akkor ez ugye legcsodálatosabb. Akkor ez meg van oldva. És akkor nyisd már ki az oldalát is. Hadd lássanak a nézők rendes szervert. Várjál, ilyenkor mindig ide le van rajzolva, mi hol van ezeknek az oldalán. Boríts már fekvőbe, ha elbírod. És akkor besüt a fény, jobban látszik. Na, látjátok, itt is van RAID vezérlő. Méghozzá, hogy hívják el? Ez valószínűleg Rideback-es RAID vezérlő van ebben, mert én itt látok rajta, hogy hívják, batteripakkot. Tehát az kurva jó akkor. Meg kell nézni be pontosan mi van. És van elje? Az a baj, hogy így egy kézzel nehéz. Ilyen, 1,8 wattóra, így van. Ez milyen RAID vezérlő van ebben benne. Na, gyerekek, hát nem olyan rossz ez a gép, mint amit küldtél a rajzon. Aztán mindjárt visszadugjuk, meg benézzünk itt a műanyag alá is akkor. Nézzétek! Dual process alaplap van benne, tehát ide be lehet rakni még egy professzort, és itt ez alatt a kis hűtőtorony alatt lakik a másik professzor. Ebben majdnem egyszer 32 gram van, ha igaz a cédula, de még jó néhány slot szabadon van, tehát memória bővítésre óriási lehetőségek vannak, és még ha megnéztek innen alul, itt még diszkhelyek is vannak, tehát még ide is lehet diszkeket rakni, meg még ide is lehet rakni diszkeket a lenti slotokon túl. Na, ez meg szerintem management modul lesz ott rajta valószínűleg. Hát figyelj, ez nem egy rossz gép. Ez nem egy rossz gép, és akkor ezzel a kérdés eldőlt. Ugyanis itt kérdés volt, hogy virtualizáljunk-e vagy sem, de eddig arról volt, hogy csak kicsike diszk van rajta, de akkor így nem. Nem probléma. De ebből mi egyet fogunk csak beüzemelni, a többi az megy máshova, ugye? Igen.
Mert hogy annyit elárultok, hogy egy iskoláról van szó. Többet természetesen nem árulhatok el. Na, hát figyelj, ez egy fasz a kis gép lesz. Úgyhogy akkor ezt addig be is üzemelhetjük, beröffentem rajta a rédet, meg ilyeneket. Én mondjuk jobb szeretem, ha három diszkünk van. De egyébként itt rá is van írva, föl van matricázva, vagy melyikre mennyi van. Szóval én jobb szeretem, hogyha három diszkes, tehát két disznél jobb a három. Tehát réd egy, és akkor mondjuk egy spare diszk, vagy ilyesmi a dologgal, de mindegy, majd meglátjuk, mi lesz. És még itt van ilyen kihúzható fajta is. Hát ez figyelj, ez teljesen jó gép lesz a célnak. Ugyanis a mostani fizikai vas mellé, akkor erre rá tud kerülni majd akár a másik is. Mert mondtad úgy is, hogy kell majd ide egy valami lófasz, milyen ügyviteli, vagy raktárkészlet, vagy tököm se tudja, ami gondolom valami Windows szerveren fog futni, az is el fog mellette férni valószínűleg, ismerve az itteni méreteket. Na, jó van, ez fasza. Azt akkor a kis gyöszt, amit az előbb meg kibontottunk, az valami picike, azt meg... Azt akkor visszahozott. És akkor tényleg erre költözzünk inkább. És itt van egyébként, amiről költözünk. Tehát az itt van. Őről a költözünk most. Egy ilyen csinos raktárhelyiségben lakik most. A szerver, de majd nem itt fog lakni, hanem egy másik helyiségben. Egy iraktárban, így van. Hadd égjen minden. Igen. Na, akkor én viszem a laptopomat, és felhúzunk rá egy VMware-t. Van nálam pendrive-on VMware, ha nincs, akkor a laptopon van ISO, abból kiírom, és akkor felhúzunk rá egy VMware-t, 5 perc, hogy te belövöm a RAID-et. Ismerkedek itt a RAID vezérlő felülettel, hát ez is már inkább egeres, bár el lehet billentyűzetről is baszakodni. Tehát azt már láttam, hogy SSD, és ezek bizony csak SATA SSD-k, ezt meg se néztem, de hát mi más lenne. SATA a két SSD, és ugye SAS a két vinyó. És akkor ebből először csinálunk egy RAID-et az ESX-nek, így van, adtam is már neki egy böcsületes rendszer nevet. És a másik kettőből meg szintén csinálunk egy RAID egyet, ott meg a virtuális gépek lesznek. Így első nekifutásra ez lesz. És akkor disk cache. Lehet nézegetni, hogy milyen legyen a policy. Writeback, azt a mindenit. Na, jól van. Nézzünk egy ilyet mondjuk. Erre mit fog csinálni? Azt már vissza se lehet tekergetni az elején, de ott van RAID 1, igen. Jó, hát ez két lemezből tudja, hogy RAID 1-et vagy RAID 0-át lehet csinálni. Igen, konfirm. Ó, a telefonom belehűlt. Nehéz így, hogy közben a telefont is nyomom, meg közben a billentyűzetet is. Na jó, ez itt esélytelen a fókuszt, azt végleg elhagyta. Szóval elkészültem. Tud egyébként ez a, ahogy láttam, ez a RAID vezérlő vegyesen is, tehát tud SSD és HDD-ből is vegyesen virtuális diszket létrehozni, de én inkább ezt választottam. Amúgy is egyébként ez az ajánlott, hogy ne ugyanazon a köteten legyen a maga a VMware föltelepítve, mint amin föl vannak a virtuális gépek. Úgyhogy a datastore az lesz ezen, az ESX-i meg lesz ezen. Most majd meglátjuk, ez a 446 giga, ez lehet, hogy egy picikét, ha naplózni is akar az ember, de elég lesz, szerintem, és itt fognak csücsülni a virt gépek. Úgyhogy, hát ez így néz ki, perc 750 kontroller van benne. És hát villognak a lámpák, hiszen egy faszt inicializálást ráküldtem, úgyhogy most egy ilyen gyors inicializálás zajlik. Hát ugye el kell készülnie ezeknek a tömböknek, tehát ilyenkor végig tol egy szinkront. A RAID vezérlő. Ugye itt látszik is, hogy a két SSD az már 9%-nál tart. Tehát azért ezek nem egy 5 perces dolgok, amíg összeállnak egy ilyen RAID tömb. Azért is szokott kurva kellemetlen lenni. Amikor esetleg egy éles szerverbe mondjuk kifekszik, hát attól függ mekkora a tömb, de kifekszik belőle egy vagy több vinyó, és akkor amikor elindul a tömb, berakják az újat, és elindul a tömb újraépítése,
akkor simán lehet, hogy közben kifekszik a még jó inyó is. És akkor ilyenkor szokott alatvesztés lenni. Tehát ezért például azt szeretjük, hogyha nem azonos sorozatszámból, nem azonos gyártású dátummal vannak a diszkek, mert akkor kisebb az esély, hogy egy időben hibásodnak meg, mert az fölöttébb kellemetlen, amikor ami tényleg amíg zajlik egy újraépítés, közben meghal a jó diszk is, és akkor gyakorlatilag nincs miből újraépíteni. Hát ez persze lehet ellensúlyozni azzal, hogy sok diszket használ az ember, és akkor a sok diszkből, ha megfelelő rédet választ, akkor viszonylag sok kieshet, és még akkor is marad elég jó. Meg ha kisebbek a diszkek, ugye akkor rövidebb idő ez a fölépülés. Ettől függetlenül backup, mindig is backup. Na de hát amíg ugye megy a tömbök összeállítása, közben el lehet kezdeni telepíteni az LXX-t rá, és akkor majd lehet örülni. Tehát azért nem fogunk addig, ott megmegy a kifelementés, tehát miközben a gép forog, majd az alkotó pihen, de most még nem ott tartunk. Szóval már föl lett rá rökve a rendszer. Egy hetes. És akkor itt mindjárt csinálok egy új datasztort. Nél bal kézzel most itt megpróbálok valamit szuttyogtatni, mert jobb kézzel fogom a kamerát. Igen, létrehozunk egy új datasztort. Megtalálja a 3,64 terabájtot. Az akár stimmelhet is. Így van. Akkor legyen mondjuk a datasztor neve. És next. Persze, használja a teljes diszket, majd itt szépen elcsicsülnek egymás mellett a virt gépek. Kettő lesz maximum. Vagy egy, vagy kettő. Attól függ, lesz abból a szoftverből valami. És még a finnek is elfogadják, finn is. És meg is jelent, és akkor ide fogjuk fölhányni a virtuál machine-t, ami most mentődik. A kollega meg jó ízűen táplálkozik. Én meg közben távolról dolgozom, mert basztatnak az ügyfelek, úgyhogy mindjárt lépek át a support felületre, és ott fogok dolgozni. Hát ezzel a képpel búcsúzunk tőletek, csak ezt azért mutattam, mert itt gyakorlóan érz a vád, hogy nem mutatok igazi szervert, ami szerverházban van, hát ez például egy szerverházas igazi szerver, lehet örülni, villognak a fények. Ez a kettő ugye már lefutott, itt még tart a tömbépítése. Na, cupák mindenkinek! Változott közben a képernyő. Most látjátok, most valami ilyesmi történik. Most ebből lett egy szerver, egy UDP multicast szerver, és a tudodat van egy kliens, mert hogy a kollega szájba baszott, mocskos, kibekúrt vadonatúj külső Winchester-e, az kibebaszottul szektorhibás volt. 97%-nál. Igen, 6 órát ment, nem voltunk itt szerencsére, tehát még arról szó sincs, hogy 6 órát itt basztuk a rezet. Itt hagytuk, láttuk kb. Mennyi idő lesz, visszajöttünk, majd egy csodálatos, hát itt csontá volt fagyva, mondom, jó, megpróbáljuk betölteni. Átvittem a géphez, fölbútoltam ott, menjünk át oda a faszba. Ugye elindítottam a VMware-be a visszatöltést, és kidobta itt is, meg a visszatöltésnek viszonylag az elején. Nem, akkor még nem, csak simán volt. Visszatöltésnek az elején 8%-nál kikúrta, hogy hát, szektorolvasás hiba az SDB-ről. Tehát ott a túloldat írás volt, de az még lehetett volna esetleg a... Hát, hogy elhasalt a G4-el, vagy valaki meglökte, ugye? Valaki meglökte például. Nem tudom, miről beszélsz. Bármi lehetett volna forrásdisk, de hát itt olvasásnál is gond volt vele, tehát egyértelműen őt kell ráhúzni a maláj transzvesziszt a kurvák véreles faszára, hogy kapjon trippert és szifiliszt egyszerre. Szóval a mai 6 óra az fölösleges időtöltés volt. Van még diszk, de úgy gondoltam, hogy akkor ezek után, jó, csak néztem, mi látszik, de semmi, úgy gondoltam, hogy ezek után nem szórakozunk ezzel, hogy diszkekre másolgatunk, ott elindítottam egy szervert, itt elindítottam egy klienst, hát nem mondom, hogy észreszejtő sebességgel, de azért valami történik, ezt most itt hagyjuk, majd én éjszaka vagy reggel ránézek, távolról elérem, az LXX-t, azt meglátjuk, hogy jött át ez a
ez a történet, hát... És na. Bízunk benne, hogy nem lesz áramszünet. Bízunk benne, hogy nem lesz áramszünet, ja. Na csákány, most már tényleg csákány.